Főleg a henger és a haszongépjárműgyártásban van élvonalban az Emerson Agri üzeme, de a szelepgyártásból is kiveszik a részüket. Ezt Gödri István ügyvezető igazgató mondta el az új üzemegység ünnepélyes nyitó rendezvényén. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az Emerson, amikor a kelet-európai régiót megcélozta, akkor végülis Magyarországra esett a választása, és egy 4,5 milliárdos beruházással több mint 200 főnek tudunk munkát teremteni. Ráadásul sikerült Egerbe hozni a henger fejlesztésnek a kompetencia központját, amire nyilván nagyon büszkék vagyunk. Területileg pedig 1500 négyzetméterrel nőttünk, mondhatjuk durván azt, hogy megdupláztuk a termelési felületünket. Az ünnepélyes átadáson részt vett Varga Tamás államtitkár is, aki beszédében hangsúlyozta, mindig nagy esemény egy új üzemegység átadása, hiszen ezáltal hazánk egy újabb lépést tesz előre. Hozzátette, az amerikai vállalatok meghatározó tényezői Magyarország gazdasági életének. Sőt, mára az USA vált hazánkban az Európai Unión kívüli legnagyobb befektetővé, amit az bizonyít, hogy a mintegy 1700 amerikai tulajdonú vállalat közel 106 ezer embernek ad munkát. Elmondta továbbá, a két ország közötti kereskedelem is komoly fejlődésen ment keresztül az elmúlt 10 évben. Hiszen 2020-ban a kereskedelmi forgalom megközelítette az 5,9 milliárd dollárt, ami 68%-os növekedés 2010-hez képest. Ami egyrészt a bizalom jelképe is, hogy bíznak a magyar gazdaságban, jól érzik itt magukat ezek a vállalatok, és természetesen nagyon fontos számunkra, hogy a jól képzett magyar munkaerőnek munkát adnak, hiszen ez a legfontosabb, azt gondolom, számunkra. Az ünnepségen elhangzott, a 670 főt alkalmazó üzem megerősíti a városban a pneumatika gyártás jövőjét. Sőt, nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a cég jelenleg a Hevesi megye székhely harmadik legnagyobb munkáltatója.